Sziasztok, én Gocsi vagyok, ez pedig a Jack Rabbit című játék végigjátszásomnak az első része. Miről is szól ez a játék? Ez is egy nagyon nagy kedvencem volt gyerekkoromban, olyannyira, hogy hát rendszeresen rajzoltam róla, meg hát rengeteget játszottam bele, bármilyen anyagot képes voltam pillanatokat elfogyasztani, hogyha találkoztam vele újságokban, vagy ilyenek. Nagyon-nagyon nagy kedvencemről van szó. Mit kell tudni erről a játékról? Azt kell tudni, hogy 1994-ben jelent meg MS-DOS-ra, ráadásul az Epic meg a Games kiadásában. Manapság ugye ha Epic Games-nek hívják, tehát a Megát azt lehagyták időközben, ugye most már inkább a Fortnite-ról Fortnite-tal foglalatoskodnak, de hát régen azért egészen más jellegű játékokat is adtak ki, mint például ezt, vagy az Unreal Tournament, és még hát sok más játékot. Úgyhogy a játékot egyébként Cliff Bleszinski és Arjen Brugé készítette, a grafikáért és animációkért Nick Stedler felelős, a fantasztikus zenéért pedig Robert A. Allen. Úgyhogy most, ahogy látjátok, most már ilyen téli időszámításba mentünk át. Egyébként, hogyha minden más, tehát hogyha más hónapban néznénk, akár nyáron, vagy tavasszal, vagy ősszel, akkor egy más képernyő fogadna minket. Most viszont itt megcsodálhatjuk a téli verziót, és minél tovább maradunk a menü képernyőn, annál több hó keletkezik. Rakódik le a menüre és szegény jazzre is. No, mit lehet itt csinálni? Van itt nekünk egy ilyen instructionünk. Röviden vázolja, hogy pontosan miről van szó. Itt van ez a teknős, aki elrabolt ezt a nyulat ezen a bolygón, a Karatusz bolygón, hogy ezt hatalma alá vegye, és hogy ennek a nyúlnak ennek a nyúlnak ugye el kell pusztítani ezt a teknőst, a Deviant, ezzel a fegyverrel, LFG 2000, ugye ez valószínűleg a BFG 2000-nek lehet a mintájára. Azért, hogy megmentse ugye ezt a nyulat, Évát ezen a bolygón, úgyhogy elég egyszerűen felvázolták a történetet, igazából természetesen nem is erről van szó, vagy hogy nem kell olyan nagy mélységeket keresni ebben a történetben, maga a játék a lényeg. Itt egyébként mindenfélét leír, igen, itt is lehet olvasni, hogy kik készítették, és hogy Join the Epic Team, igen, hát itt még szépen növögetett a cég. Jó, én azt mondom, hogy indítsuk egy jó játékot, itt van négy nehézségi fokozat, az Easy, Medium, Hard és a Turbo. Én azt mondom, hogy menjünk neki a médiummal. Na és akkor itt mik vannak? Van nekünk pontosabban 6 darab alap epizódunk. És utána van még kiegészítőnek ugye egy A, egy B és egy C. Tehát ez már 9, és illetve van még a Holiday Here, ami egy ilyen karácsonyi pár, három vagy két rész, két pályás történet, illetve a bónusz pályákat is lehet külön játszani. Szóval, hát akkor kezdjük el a Turtle Terror című epizóddal. Már is töltődik. És a Diamondus az első bolygó, amin részt veszünk. Itt is vagyunk. No, hát még mielőtt ilyen nagyon belemennék itt a történetbe, ugye azt kell tudni, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon pici hát felbontással rendelkező játék, és emiatt picit nehézkes is maga a játék. Igazából az egyik legnagyobb nehézségi fokozata az pontosan abból adódik, hogy nem sok mindent látunk a képernyőn. Úgyhogy azt kell tudni, hogy természetesen az évek során készültek modok ehhez a játékhoz is, és van egy olyan mod, amivel a felbontást is lehet növelni, és én úgy gondoltam, hogy ezt most meg is nézhetnénk együtt.
No, itt is vagyunk, hát láthatjátok, hogy egy pöppet nagyobb lett a képernyő. Több mindent látunk, és hát én azt gondolnám, hogy így egy picit élvezetesebb lehet a játék. Úgyhogy így játszanánk végig a dolgot. Természetesen ugye emiatt ugye sokkal könnyebb lesz a dolog, de talán ez nem is probléma. Nyugodjatok meg, így is meg fogok halni szerintem többször. Na itt rögtön van egy titkos, méghozzá a papagájunkat lehet kiszabadítani. És őről azt kell tudni, hogyha lát egy ellenséget, akkor ő rögtön elkezdi lőni. No, egyébként a játékban ugye tudunk ugrani, lőni és fegyvert váltani, csak ugye jelenleg nincsen fegyverünk, úgyhogy ezt jelenleg nem tudjuk megoldani, viszont nem sokára. Itt például már szereztünk is egyet, ez már a toaster, és ez nyilván ugye sokkal erősebb. Sokfajta fegyver van egyébként a játékban. Mindenképpen színesíti magát az élményt. No, itt már teknősökön kívül vannak már darazsak is. Nem biztos, hogy nem fogom egyébként 100%-ra végigjátszani a játékot. Nem egy ilyen teljesen kimaxolós gameplay lesz ez most, hanem inkább csak szépen végigmegyünk az összes pályán, remélhetőleg anélkül, hogy sokat szenvednénk rajtuk. Itt van, rögtön fogad is minket egy Kill This Rabbit poster. Igen, nagyon szeretnek minket errefelé. Aztán haladunk tovább. Közben felvehetünk egy ilyen kis pajzsot. Ez ide-oda mászkál. Természetesen, hogyha beleesünk egy tüskébe, vagy ránk lőnek, akkor ez megvéd. De ez csak addig, illetve hát ez természetesen csak addig véd minket, amíg hat. Ugye ez elég gyorsan elmegy. Többfajta pajzs is van egyébként a játék során. Ez csak az egyik volt, majd látni fogjátok a többit is. Itt szintén van egy kis titkos átjáró. Ups, vigyázzunk arra, hogy ne essünk le. És hát igen, itt miket gyűjtünk össze, ezek floppik, lemezek, de hát gondolom, hogy tudjátok, hogy mi az, bár hogyha fiatalabb nézőim is vannak, akkor ők lehet, hogy nem. Esetleg régen ezekre a floppikra, lemezekre mentettünk el játékokat, adatokat lényegében. Hát ez volt igazából a pendrive, meg egyéb meg CD, meg ilyenek helyett régen, úgyhogy ezekben a 90-es években a játékokban előszeretettel használták ezt, mint pont gyűjtés, úgyhogy nem csak a mentés ikonként használták. Jó! Itt szintén szereztünk egy ilyen kis unlimited életet, ideiglenesen gyorsan fölmegyünk, szedegetjük itt ezeket a kis mini lőszereket, és itt látható például ez a Rapid Fire, amit én egyébként mindig Rabbit Fire-nek mondtam, vagy gondoltam, de igen, ez egyébként Rapid Fire. Az a lényeg, hogy ha visszaváltunk a Besterre, akkor minél többet szerzünk, annál gyorsabban tudunk lőni az alap fegyverrel is, tehát hogyha nyomva tartjuk, akkor itt soroz, és ugye ez végtelen, tehát hogy ezzel nem kell törődni, hogy kifogy. És itt is vagyunk egyébként a pálya végén. A pálya végét egy ilyen tábla jelez, amin Deven, ugye a játék főgonosza található, és akkor a végén kapjuk is a számolást. Na, meg is érkeztünk a második pályára. Minden epizód három bolygóból áll, és egy bolygón két, azt hiszem többnyire két pálya van. Igen, azt hiszem. Itt van a következő fegyver, ami két darab rakétát lő, és ilyen átlósan haladnak, úgyhogy még ezzel is lehet variálni. Na bár most ugye azt mondja, hogy itt errefele menjünk. Bár menjünk, itt azért le tudunk menni itt is. Hoppá. Jó, itt be tudtunk menni, szuper. És akkor írtunk. No, ez a játék egyébként hát több korábbi játékból is merített.
leginkább a Sonic és a Mario, ugye ezek voltak a akkoriban a leghíresebb platformer játékok, és hát ugye nyilván ezek ugye konzolokon jelentek meg, Nintendón, Szegán, de hát PC-n nem volt egyetlen olyan vérbeli platformer sem, ami úgy jó lett volna, úgyhogy igazából ezt szerette volna meglovagolni ez a játék is, és hát hogy sikerült-e, igazából én bármennyire is egy sok ötletet merít a kettő játékból, én azért ezt egy teljesen különálló produktumnak tekintem, ugyanis egészen más hangulata van, mint az említett játékoknak. Nyilván itt ugye lehet lőni is elég erőteljesen. Hogy pontosan miket merített a korábbi játékokból, hát ez az egyrészt láthatjátok is, hogy esetleg így ezek a kis rugók, főleg ugye Sonicban nagyon erősen benne voltak, akkor ez a nagyon gyors rohanás. Van is egy-két olyan rész a pályán, ami fura, arra megy rá, hogy minél gyorsabban rohanjunk. De mivel az alapjátékban ugye nagyon keveset láttál előre a játékban, igen, itt van még egy papagáj, akit viszont ugye most nem tudunk kiszabadítani, azt hiszem a Hopsnak hívják egyébként a papagájunkat. És igen, tehát hogy amiatt, mivel ugye nagyon limitált volt ugye a látótér, ezért nem nagyon tudtál neki rohanni Isten igazából, mert rögtön egy ellenfélbe szaladtál. Úgyhogy ez a része annyira nem sikerült, viszont ettől függetlenül azt mondom, hogy egy tök jó platformerrel van dolgunk. Nagyon hangulatos. Ugye nyilván ugye sokat tesz az, hogy remek a grafika, tök jók a zenék, és ez egész nagyon responszív, úgyhogy mindenképpen egy szuper játékról van szó. No, itt most megyünk lefele. Na, pontosan itt van ez a pályarész, amiről meséltem. Felszedtünk egy cipőt, és emiatt ugye sokkal gyorsabbak lettünk, és itt az egész pálya ugye pályarész arra megy rá, hogy rohanjunk. A la Sonic. Úgyhogy igen. Hogy itt is vagyunk. Nem sokára közeledünk a végéhez. Az is megvan. Igen, itt az első pályán most főleg teknősöket és darazsokat írtunk, de mindegyik világban más-más ellenfelek vannak, úgyhogy nagyon változatos ilyen szempontból szerintem a játék. Ellenfelekből is van bőven. Fegyverünkből is, vagy lőszerből is van most bőven. Upsza! Igen, szerencsére volt nekünk pajzsunk. Úgyhogy nem sebződtünk. Na itt ez a kis Rubin. Ezt, hogyha felszedjük, akkor a bónusz pályához kapunk elérést a pálya végén, úgyhogy most mindenképpen részt vettünk a bónusz pályán, ami természetesen, hogyha megcsinálunk, akkor egy plusz életet szerzünk. No, és hát akkor itt is van a bónusz játék, ugye felszedtük a piros rubint, és ennek következtében ugye bekerültünk a bónusz játékba, ami kicsit más jellegű, mint az eddigiek, tehát 3D-s térben tudunk itt rohangálni. Természetesen eléggé kezdetleges maga a dolog. Illetve annyit hozzá kell még tennem, hogy vissza mentem, és így a bónusz játékot azt már az eredeti játékkal játszom, tehát nem a módosított verzióval, ugyanis picit ellehetetleníti a játékot. Na egyébként ennyit tudunk itt is csinálni, ugrabugrálni, rohanni, futni, és van még egy ilyen gurulós dolog is benne, persze, hogyha ezzel neki megyünk, akkor elesünk
a végén, és hát ezeket a kék gyémántokat kell gyűjteni, összesen ebből 30-at, és most, hogy be is fejeztem a mondadobot, meg is szerzem ezt a maradék kettőt, és ennyi, egy extra élet a jutalmunk. És itt is a következő világ, a Tube Electric. Itt ilyen csöveken keresztül lehet mozgolódni. Hát ez is elég erőteljesen a Sonic mintájára készült. De se baj. Attól még, hogy a hangulata az elég jó. Igen, itt hát van egy-két glitch annak köszönhetően, hogy ugye egy moddolt játékkal játszunk. De hát én ezeket inkább elfogadom annak érdekében, hogy többet lássunk most a képernyőből. Ezek a kis teknősök egyébként nem ártanak nekünk. Teljesen jól lehet velük, vagy át lehet menni mellettük, nem bántanak. A zenéje ennek is egyébként frenetikus, hopp, ezt megszereztük gyorsan. Nem titok, hogy a tesóval, Dave-vel Signify nevű formációt alakítjuk, és hát régi játékoknak a zenéit dolgozzuk fel főleg, és hát természetesen ennek a játéknak a zenéjét is feldolgoztuk. Jazz Jack Rabbitből egyébként több számot is feldolgoztunk, mert mint azt mondtam korábban, hogy baromi jók a számok, nagyon nagy hatása voltak ránk fiatal korunkban, úgyhogy mindenképpen úgy gondoltuk, hogy érdemes őket feldolgoznunk, úgyhogy hát be is linkelem ide nektek, hogyha szeretnétek, nyugodtan hallgassátok meg, ha érdekel. Na, ezeket az ágyukat egyébként nem lehet lelőni, tehát ezek csak úgy lőnek folyamatosan, úgyhogy jobb őket elkerülni, én azért beleugrok, hogy lássátok, hogy milyen, amikor sebződünk. Na, de menjünk is tovább. Itt ugye több fele is lehet menni, illetve nem, ügyeséget mondok, egy fele lehet csak menni, mindenképpen nyomni kell a valamelyik irányba, különben arra mentünk volna, merre nem akarunk, tehát valószínűleg vissza az elejére. Hoppá, itt egy kicsit más lett a terep. Ilyen eléggé kékes, neonos. Jó, nem tudom miért lövöldözök, mert itt egyébként semmilyen ellenfél nincsen. Valószínűleg ez csak reflex. Jó, itt mehetünk tovább. Igen, ezekről a launcherekről nem nagyon ejtettem még szót. Ezek így pattognak, mint a disznó. Ez is jól jöhet egyébként több szituációban is. Hoppá, hoppá, hoppá. Jó, itt ez megvan, itt is, és... Igen, itt egy csalóka, mert egyébként látszik, itt van egy lyuk, de hogyha nem figyelünk, akkor simán nem veszük észre. Úgyhogy többször beleestem korábban. Jó, itt sem lehet ugye ezeket lelőni, itt viszont ezeket ki lehet lőni, és egyre szűkül a tér, de kijutottunk, úgyhogy megvan az első pálya vége. Most jön a második pálya, ezeket is lőjük, és hopp, itt rögtön fel is tudtunk ugrani, és kidob minket itt a tetején, mindjárt ezek a kis elektromos kisürések néznek minket. Ezekről egyébként azt kell tudni, hogy ha velük szemben nézünk, akkor nem mozognak, hát egy helyben állnak, viszont onnantól kezdve, hogy hátat fordítunk neki, rögtön célba vesznek minket. Hát ez erősen már jó. Nyúlás, ugyanis ott voltak ugye a szellemek, a búk, akik, itt kell lejönni, akik pontosan ugyanígy viselkedtek, és hát az egy, na, picit korábbi játék, úgyhogy na, de ígérem, nagyon sokat nem fogok egyébként most már többet mondani ezzel kapcsolatban, nem szeretném rontani szegény játéknak a reputációját, ez egy nagyon, mindezek ellenére én nagyon szeretem ezt a játékot. Igen, ezeket itt aprítjuk, közben azért érdemes figyelni, mert
pillanatok alatt rengetegen tudnak lenni egyébként. Képernyőn, és mondom ezt így egy sokkal kisebb, sokkal kisebb felbontáson azért az kihívás. Kihívás ezt játszani, igazából folyton kb. Annyiból áll a dolog, hogy mész, lősz, mert nem tudod, hogy mi van előtted. Hoppá! Úgyhogy így egy picit élvezetesebb a játék, hogy fel tudunk készülni arra, hogy mégis mi várhat ránk. Hát egész jó volt ez az ugrás. És itt is van a vége igazából. Ez egy elég rövid szakasz volt. Nyilván, mivel nem maxoltam ki, ezért itt még lehetne még mászkálni mindenfelé. Tehát 5 fönt is ugye fingom nincs, hogy oda lehet menni. Hogyan lehet oda menni, de mindegy, most menjünk tovább. Haladjunk a játékkal. Na most jön a következő, ez a Medivo. Mondanom sem kell, hogy ennek a zenét is feldolgoztuk. Linkben ezt is megtaláljátok, ha érdekel. Szóval, itt egy, hát a kastélyban vagyunk. Egy ilyen vörös kastélyban, kicsit ilyen középkori lett a hangulat. És hát gondolom, ezek is egyébként ilyen teknős félék lehetnek. Páncélban, vagy ilyen sisakban, de nem vagyok ebben biztos. Mindenesetre a sorsok ugyanaz, mint az összes többi ellenfélnek. Halál! Jó! Itt van egy lebegő kard. Egyébként tök jó ennek is a hangulata, jól néz ki. És láva folyam a háttérben, az eső. Mindig tetszett egyébként a játékban az eső. Ha belevitték ugye valamilyen formában, még inkább dobott a hangulaton. Hát ezek a csövek, nem tudom pontosan, hogy micsodák. És igen, ez a pajzs egyébként, ezt már korábban felszedtünk ilyet. Erről sem beszéltem még, hogy az örök energiától, az ideiglenes örök energiától, ugye azt attól, ideiglenes örök energia, ez nagyon jó szó. Tehát, hogy abban különbözik, nem tudom tovább menni, abban különbözik, hogy két ütést tudunk kivédeni, és utána nem lesz több, tehát, hogy ez véges ennek a hatása így módon, viszont addig, amíg nem ütnek belénk, addig ez fönt van a másikkal ellentétben. Itt figyelünk, hogy ne menjünk bele a kardokba. Meg a tüs... igen, a tüskékbe. Most nem is értem, hogy miért erre jövök, mert itt láthatóan nincsen semmi. Úgyhogy inkább erre vesszük az utunkat, közben felveszünk egy-két répát is. Úgy van. Ezt kikerüljük. És hát igen, ott van az a pajzs, de gondolom egy fokkal, tehát innen lehet valahogy elérni, inkább ezt most nem kockáztatom meg. Igen, ott is van valószínűleg valami út, úgyhogy inkább erre megyünk, amerre egyébként kell is. Jó. Igen, kicsit mondtam, bugos lett ez a játék így a módtól, például itt a láncok nem látszódnak. Ezek hatalmas golyók, amik láncon himbálóznak. Sajnos nem látszódik, de üssek ő. Oda, képzeljétek oda. jó. Itt egyébként a villám, hogy a villám csapat látható egyébként Devennek a kontúrja, az árnyéka, hogy ez is sejtett valamit, vagy esetleg ő is errefele garázdálkodik. Hamarosan de megtudjuk. Igen, kis teknősöket is kiírtjuk, mert hát ilyen gonoszak vagyunk. Gonosz nyulak. És persze, hát gondolom, levágtátok, hogy itt az alapsztori, ugye ez a teknős és a nyúl történetén alapul, ugye klasszikus mesén. Csak itt most ugye itt a teknős a gonosz és a nyúl a megmentő. Itt közben egyébként egy ilyen fantasztikus, hát
nem is nem tudom, ilyen légdeszkát szereztünk, az a legjobb elnevezés rá, egy légdeszka, amivel szintén a játékot szerették volna kicsit színesíteni, és szerintem sikerült is. Igen, ezzel a fegyverrel itt egyébként ezt le tudjuk lőni, és akkor itt rögtön tovább tudunk menni, az nem tudom, hogy ott pontosan mi történik. Mindegy. És itt egyébként automatikusan játék el is vette tőlünk, tehát itt már nem tudjuk használni, ezek csak egy ilyen limitált ideig vannak velünk. Jó, szépen haladunk egyébként, ez azért már elég nagy ez a pálya. Főleg az előzőhöz képest, amin pillanatok alatt átrohantunk. Itt meg sokan is vannak, úgyhogy egyre nehezebb, és hát lesznek még a játéknak problémás pályái. Na ide például most jól jött volna nyilván a légdeszka. De nem baj, átugrálunk. Megy ez nekünk. Igen, itt van egy kis tápolási lehetőség, és itt is vagyunk a pálya végénél. Szupi! Na most jön a kettes, ugye medívó level 2. Itt ilyen kis tornyokat akar ábrázolni a játék. Közben tápoljuk magunkat szintén, amennyire csak tudjuk. Itt lent nincsen semmi. Öppá, viszont ezek jönnek lefele. És ott már látjuk is egyébként a pálya végét, arra kell majd menni, úgyhogy itt most gyűjtögetjük amit lehet, pontokat, szerezzük a kis kelyheket. Közben ezt azért benyomom, ugye checkpointot, ha esetleg meghalnánk, bár remélhetőleg nem kerül arra sor. És haladunk tovább. Ujjjjjjjjjj, picit tovább mentem, mint szerettem volna, de se baj. Ouch. Igen, most nem állunk jól. Szerencsére ezek úgy pattognak, hogy mindenkit elérnek. Igen, itt a következő checkpoint. Hát látszik, hogy igen, itt sűrűn raktak checkpointot, mert picit problémásabb az egész. Na, ott van még egy bónusz. Esetleg meg tudjuk-e szerezni. Bár annyira nem vagyok oda a bónusz. Ujjjjjj. Pályákért. Igen, most megúsztuk a tüskét, rögtön el tudtunk ugrani. Akkor valamiért a játék nem veszi sebzésnek. Aha, és itt föl tudunk ugrani, úgyhogy rohanhatunk. Jó, ups. Oké. Ez is megvan. Itt írtunk 1000-rel, gyerekek. Hoppá, ez a kék rugó a legerősebb. A legmagasabbra visz minket. Jó, kardokat is... Jajajaj. Azokat is kicsináljuk, aha. És hát lent valahol elhagytuk. Elhagytuk a bónusz, de mindegy. Itt vagyunk a pálya végénél, úgyhogy hát menjünk is tovább. És itt jön a Guardian level, minden epizód végén van egy úgynevezett Guardian level, ami a, hát a boss-t, az adott epizód fő ellenségét jelzi. Itt ad nekünk egy kis lehetőséget a tápolásra. És hát nézzük is meg, hogy akkor kivel van dolgunk, ez Deven személyesen, méghozzá egy ilyen érdekesen manőverező szerkezettel. Hát igen, azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a bosszok nem igazán jelentenek kihívást, tehát láthatjátok, hogy párat lövök bele, és már is rengeteget sebződik. Nyilván, hogy itt pattog, és hogyha úgy gondoljuk, hogy akkor mi is így részt veszünk, akkor mehetünk, de hát felesleges, mert ide bármikor bebújunk. Na mindegy, csináljuk ki, meg is van. Nem a boss fightokért. Jó ez a játék. Na és itt van az első kis átvezetőnk. Igen, Éva,
Irlong vár minket, úgyhogy igen, mondta, hogy take your time, Jazz, nyugodtan rá erősen, de azért ne hagyjuk őt várni, úgyhogy mehetünk tovább a következő epizódra, amit viszont már a következő részben fogunk végigjátszani, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, folytatjuk legközelebb, addig is legyetek jók, sziasztok!